Sziasztok, sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a mai videómban. Majd M10-es videóval készültem nektek. Megtelt a kis kosárkám, van benne elég sok termék, amik nincs elhasználva, de kidobásra szorul. Nem tetszik, nem szeretem, lejárt, vagy bármi probléma van vele, azt mondani fogom. Van egy pár termék, nem lesz egy hosszú videó, de mégis... Nem szeretném húzni az időt, nem szeretnék nagyon sokat időzni egy terméknél, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Idehozom. Legelső termék a jól megszokott Tesco saját márkás öblítő, ismeritek, mindig látjátok nálunk, újra szoktuk vásárolni, nagyon szeretjük, benne még van még egy használat, de nem szeretném... És benne még van egy használat, amit el fogok indítani most ma, holnap a mosás, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek most. Van itt még egy növénytisztító permet, a kinti virágok a lépcsőházban, amik vannak, azokat szoktuk fújni vele, mert elég sokszor szoktak betetvesedni. Bevált, jó termék, árarányban nagyon jó, Tesco-ban vásároltuk őt is. Van még itt egy termék, ami csak félig van elhasználva. Ő egy Johnson's Baby Powder. Félig használtuk el, mivel Eriket egyáltalán első perctől nem púdereztük, nem szerettük használni. Így apa használja a munkás cipőben, de mivel nem sokára a munkahelyváltás lesz, így ő sem fogja használni, szóval szeretnék megválni tőle. A következő termék DM-ben vásároltunk, 100 darab szalvéta, két rétegű a Cevától. Tetszett a csomagolása, úgyhogy ő most azért jött velünk, mert tudjátok, hogy máskor a DM saját márkását szoktuk vásárolni. Van még itten egy tisztasági betét, nagyon tetszett, árarányban nagyon jó volt, 30 darab volt benne, és minden egyes betét ilyen kis, külön kis csomagolásban volt benne, ami szerintem nagyon praktikus. AliExpressen rendeltem egy ilyen arctisztító valamit, így habot kellett, vagy a gélt rátenni, és így dörzsölni az arcon, de nem tetszett, majd dörzsöltet felül, itt alul csorgott ki az egész így a kezeden végig, úgyhogy nem láttam egyáltalán jónak, praktikusnak. Akkor van itten még a jó bevált pelús, nem szeretnék róla beszélni, még mindig ő a legjobb, nem találtunk nála jobbat, úgyhogy nem fogok róla nagyon sokat beszélni. Ugyanúgy a megszokott popsi törlő, szeretem, nem szeretnék róla többet mondani, ugyanúgy erről a termékről is, ami ugye egy kamillás nedves vécepapír. Ők olyan termékek, amit mindig újra szoktunk vásárolni, mivel nagyon szeretjük. Van még itt egy V5-ös ablaktörlőkendő, ilyen nedves törlőkendők, 40 darab van, és ilyen 350 forint körül kapható a DM-ben. És bocsánat, a Lidl-ben. Jó, nem rossz termék, de jobb termékek is vannak nála. Például a DM saját márkás kendője, amik minden felületre jó, úgy bútorra, mint tűzhelyre, ablakra, kárpitra, mindenre, őt jobban szeretem. De ő is egy jó termék, szóval. Akkor a megszokott Grand Finale táska, nedves törlőkendő, 15 darab. Még most sem néztem meg, hogy Magyarországon kapható-e, és milyen árban van, de tudom, hogy Romániában 75 bani, azaz ilyen 500 forint körül, 50 forint körül van, szerintem egy nagyon jó ár, olcsóbbat szerintem nem is lehet ennél olcsóbbat kapni. Van még itt egy Ebelines, 90 darabos sminklemosókorong. Ő vele annyira nem voltam megelégedve, szerintem a CNS sokkal jobb, egyhogy több is van benne, olcsóbb is, és nem megy olyan hamar szét, mint ő. Ő is szétmált az egész, nem tudom, nekem valahogy így nem tetszett, nem jött be. Akkor elhasználtam még egy ilyen AliExpress-es szempillát, nagyon tetszett, nagyon szerettem, 5 pár volt benne, és valamilyen pár száz forintért vásároltam. Ilyenek lennének a pillák benne. Bocsánat, nem.
többször is fel lehet őket tenni, használni, szóval egy pillanat szerintem 2-3 alkalommal is lehet használni. Ők úgy maradtak meg, hogy a ragasztó, amit használtam most, nem tudom, nem még fogta meg, nem akart odaragadni, de mivel már nagyon sokat bíbelődtem velük, úgy voltam vele, hogy akkor itt maradnak, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy mi az a szempillaspirál, vagy szempillaspirál, műszempilla, amit AliExpressről rendelek, és nekem bevált. Ő egy Fashion Lashes, nem tudom milyen márkától, ennyit ír rajta, 5 darab, szexi. Szerintem egy próbát megér, aki még nem próbált, és próbálkozni szeretne ahhoz, hogy megtanuljon otthon pillát rakni, szerintem egy jó befektetés. Kedvenc sminkecset tisztító, 999 forint, nagyon sokáig elég, 100 milli, kedvencem, mindig újra szoktam vásárolni, úgy DM Hallban, mint elfogytakban látjátok. Szeretem, nem is keresek más, mert teszi a dolgát. Van még egy fa dezodor, ő alumíniummentes, 48 óráig véd állítólag, és egy 150 ml-es kiszerelésben van. Az illata nagyon jó, de 2-3 óránál többet nem tudja tenni a dolgát, úgyhogy itthon használtam el, arra használtam, amikor azokban a pillanatokban használtam, amikor itthon voltam, és tudtam, hogy nem megyek sehová, mert akkor tudom, hogy arra 2-3 órára újra tudom fújni. Még van benne egy nagyon kicsi, de tette a dolgát, de nem ajánlom. Nem fogom újra vásárolni. Következő egy Balea borotvahab. Ő egy kicsit ilyen csúnya állapotban van, mert épp a fürdőből hoztam. Még van benne nagyon picike, de már nem tudom kifújni. Beletölt a körmöm is valamelyik nap itt a sarok, amikor próbáltam kinyomni. Nagyon nehezen megy el most, hogy ennek az egynek van ilyen problémája, vagy több is van, amelyiknél ilyen probléma van, nem tudom. Következő az egy szerelem első szaglásra, úgy mondom. Ő a a kávés és kókuszos bőrradír. Nagyon kellemes kávészemcsék voltak benne, nagyon szépen radírozott, nagyon meg voltam vele elégedve, 200 millis, 500 forint körül lehet, de szerintem még annyi sem. Egy problémám van vele, csak hogy azok a pici kávészemcsék, amik benne vannak, azok műanyag szemcsék, és amint tudjuk, ezek a műanyag szemcsék, azok ugye lerakódnak a csövekben, belemennek a csatornába, a vízbe, pusztulnak a halak, nem valamilyen környezet barát, de annak ellenére nagyon meg vagyok vele elégedve. Ha esetleg tudtok olyan bőr radírt, amelyik só meg cukordarabokkal van, és tényleg jó radíroz, és környezetet is véd, azt kérlek, írjátok meg kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Erik elhasznált egy ilyen kis 125 g-os szudokremet, tudjátok, többször is láttátok nálunk, nagyon szeretjük. Mindig is van a elfogytakos videóban, nagyon szeretjük. Még van még itten egy Footworks Avon-ös 75 millis lábkrém, nagyon szépen puhította a sarkot, mindig újra vásároljuk, vagy esztet, vagy másik illatban, ő például egy greff és bazsalikomos volt, tette a dolgát, nagyon szeretem a Avon-nek a lábápolási termékeit. Van még itten egy DM frissítő testpermet, arcra és testre 75 milli. Eriknek szoktunk mindig vásárolni, mert ő neki egy ilyen mániája van a fürdéssel. Imádja magát locsolgatni, fürdeni, ahogy pelenkára levetkőzteted, ő szalad a fürdőszobába, úgyhogy neki szoktuk vásárolni, és ő így eljátsza. Amit látjátok jelen pillanatban, még a kupak is hiányzik róla, a kis nyomogató is, minden nagyon szereti. Erik elhasználta a fogkrémét, Vademecum 100 millis... 50 millis, bocsánat, 0-6 éves korig, eper ízzel, nagyon szerette, nagyon élmény volt vele fogat mosni, úgyhogy ő biztos egy újravásároló termék lesz. Én elhasználtam egy Bepanthen Sensi
Sensiderm krémet, 20 grammos. A homlokom között mindig mesélem, hogy van az a nagyon száraz folt, és így pirosodik be, és hámlik róla a bőr. Mindent kipróbáltam már, ugye mivel most már nem szoptatok, így el tudok menni egy bőrgyógyászhoz, hogy nézzük, milyen krémet tudnak felírni rá. De ő is jó volt, de csak per pillanatnyira volt ez a szép hatás, szóval nem mondom azt, hogy nagyon jó volt. Ki szeretnék még dobni még két szemöldök pomádét, őket a AliExpressről rendeltem, Magic Flower 24 Hours, van egy fekete, épp hogy belemáltottam az ecsetet, és még van még egy barna, amelyeket elég sokáig használtam, nagyon szép volt, könnyű volt vele dolgozni, de az volt a probléma, hogy valahogy nem száradt meg, és hogyha innen elkented a szemöldöködet, akkor így végigkented az arcodon, olyan, nem tudom, nem ajánlom, kipróbáltam, de nem fogom többet újra vásárolni. Akkor vannak itten a kis utolsó biodermás termékek, kettő tisztító, mondom én arctisztításra használtam mindig őket, és három gyerekiknek való tusfürdő, amelyeken azt írja, hogy vizás, korpsövő, arcra, testre, hajra, gyerekiknek és kisbabáknak egy ilyen tusfürdőszerűség lenne. Én az arcomra használtam, meg voltam vele elégedve, nagyon jó termék volt. De végre elfogytak, akkor gyors átfutunk ezeken a arcmaszkokon. Beautua 25 grammos mint fátyolmaszk, Blackberry is, ő vele nem voltam megelégedve, nem is mesélek róla, rossz, ne vegyétek. Ez a PF 79-es viszont nagyon jó termékek, van egy shea vajas, egy aloe verás, egy ilyen nem tudom milyen, pedig legutóbb csináltam nektek egy videót, amelyikben megmutattam az arcmaszkjaimat, és akkor se tudtam, de nem volt annyi eszem, hogy mostanra rákeressek, hogy esetleg pontos nevet tudjak neki mondani, meg egy gránátalmás. Nagyon jó termékek, tényleg puhítják a bőrt, nagyon jól hidratálják, nagyon jól hidratálják a bőrt, puhítják, és maradandó, szóval nem egy fél órás, egy napos, hanem egy-két napos nem tudom, mit akartam mondani. Kapkodok, hogy ne legyen hosszú a videó, és így elfelejtem, amit mondok. A lényeg az, hogy nagyon jó arcmaszkok, bocsánat, de tényleg nem jut eszembe, hogy mit szerettem volna mondani. Meg este van, késő van, 9 óra elmúlt, Eriket lassan kéne fektessem, holnap utazunk megint el. Úgyhogy ilyen gyors le akartam ezt a videót forgatni nektek, hogy legyen videótok. Ma már ez a harmadik videó, amit forgatok, úgyhogy már egy kicsit így bele vagyok zavarodva. De visszatérve, jó, egyetlen egy probléma van velük, ilyen furcsa illatuk van. Olyan, nem mondanám büdösnek, de nem kellemes illata van. Ugyanúgy AliExpressről vásárolt Magic Casa, hoppá, így látjátok, így mutatom. Magic Casa, ő egy... így nézett ki. Kicsit becsapós termék, mert... mi is volt már, highlighter volt benne, de mivel a teteje, nem tudom, hogy forrad, látjátok, a közepe ilyen pupos. Olyan kevés termék volt benne, hogy pár hónap alatt el is használtam az egészet. Nagyon jó termék, szóval nem mondom, hogy rossz termékről beszélünk, de kár, hogy ilyen kevés volt benne, de viszont gyönyörű szép volt a hatása. El szeretnék lökni még egy ilyen zsádérolt, vagy nem tudom mi a neve, mert szerintem ez ilyen fake zsádérol, AliExpressről rendelt $1, már mikor megérkezett, ez a vége le volt törve. Pillanatragasztóval megpróbáltuk visszaragasztani a férjemmel, de így befehéredett, megszáradt, és ugyanúgy lepotyog ez a vége, szóval AliExpressről ilyet nem fogok vásárolni. Mi, amikor összekerültünk a férjemmel ezelőtt jó pár évvel, akkor volt neki ez a
szőrvágó, ilyen fül, orr, soha nem használta, kábel sincs hozzá, nem is működik, nem is elemes, nem tudom, hogy mi van vele, úgyhogy azt mondtam, hogy megszabadulok tőle. Mivel most volt ez a takarítás a fürdőben, hogy költözünk, így nagyon sok sminkterméket is eldobtam, meg nagyon sok mindent ki fogunk még selejtezni. Ez most így egyelőre az első kör. Elhasználtam még egy Avon Works-os arc epiláló krémet, egy 15 millis, újra vásárolom mindig. Újra vásároljuk mindig, nagyon szeretjük, és nagyon jó, mert 24 hónapos felbontási idő után romlik csak meg. Úgyhogy aki még nem próbálta, pár száz forintért nagyon megéri. El szeretnék dobni még 4 szájfényt. Gyönyörű szép színük van, nem fogom most felhúzogatni, mert nézzétek meg, hogy nézek ki tőle. Ragad. Olyan szinten ragad az ajkakon, hogy élmény leszedni. Nagyon csúnyán befogja a bőrt, pedig gyönyörű szép színük van. Sosem használtam őket, mert ahogy felkentem, ragadt így a szám össze, nagyon csúnya volt, úgyhogy tőlük meg szeretnék válni. Ugyanúgy megválok még ettől a Lovely-s glammes, nem tudom, ugyanúgy szájfény. Őtet akcióban vettem a Rossmannban, szájceruzával együtt. A szájceruzát már rég eldobtam. A szájceruzával az volt a, ajakceruzával az volt a baj, hogy ilyen foltokat hajott, és ilyen darabos volt. Ő viszont, hát én életemben ennél rosszabb terméket nem láttam. Ilyen vizes állaga van. Tény és való, hogy egy kis szép fénye van, nem tudom, hogy tartsam, hogy lássátok. De ilyen vizes állagon, és akkor felviszed az ajkakra, érzed azt, hogy ilyen vizes, nem jó érzés, úgyhogy őtőle meg szeretnék válni. Eldobom még ezt a kis asszisztító, nem tudom minek nevezzem, AliExpressről nem szeretjük. Eldobom még ezt a ajakápolót, a Pamut Laborról vásároltam, de első használatán így ketté tört. Most nem is vásároltam, pelenkákat rendeltem a fiúnak, meg popsi törlőt, meg ilyen dolgokat, és mellé kaptam ezt ajándékba. De első használatán így ketté tört, úgyhogy belőttem otthon az egyik kis dobozkában a fürdőben, és úgy látom, hogy ott maradt. Akkor a többi termék az már mind AliExpress-es. Ő egy ilyen Romantic Bear ajakápoló, nagyon jó volt, nagyon szerettem, teljesen elhasználtam, nagyon-nagyon jó volt. Még van belőle egy, de viszont annak ugye furcsa volna az illata, úgyhogy őt lehet, hogy ki fogom dobni. Van még itt egy Exotus Stick Duo, Ubu, nem tudom micsoda, Ubub. Ő egy ilyen, az egyik része ilyen highlighter-szerűség volt, és a másik meg egy ilyen kontúr rész volt. Nagyon tetszett, nagyon szerettem. Kontúr részt azt el is használtam. Őt inkább ilyen, nem tudom, ajakhoz, orra, ilyen helyekre használtam. Elhasználtam még egy ajakbalzsamot, ugyanúgy AliExpress-es Aloe Vera. Ilyen zöld volt, de viszont nem tudom megmutatni, mert már nincsen benne, mert már ecsettel kiszedtem a végén. Ő olyan volt, hogy a bőr, felkenve a bőre, így bepirosodott, egyes embereknél piros, másoknál rózsaszín, szóval ilyen kis aranyos volt. És akkor a kedvenc utolsó termék, mert Erik az egyiket ellopta, de mindjárt fogom hozni. Ő ez a Yankina Volume Second Mascara Waterproof, tudjátok, hogy nagyon szeretem, mindig mondom, hogy egy probléma van vele, hogy ilyen nagyon hamar kiszárad, nagyon jó volt a feje, gyönyörű szempillákat csinált, de valahogy nem szeretem azt, hogy pár nap alatt kiszárad, jobban mondom, pár hét alatt,
megkaparintottam az ecsetet, és a következő egy essence ecset lesz. Mikor megvásároltam, nem tudtam, hogy milyen vastag vagy milyen, de nem tudom, ha jól látjátok-e, nagyon vastag a sörtéje, és nem tudsz precíz vonalat húzni vele, ilyen túl vastag, tömör, úgyhogy tőle meg szeretnék válni, és keresni egy másikat. Egyelőre ennyi lenne a mai videóm, következő kört majd valamikor forgatom, mikor teljesen befejezzük a takarítást a jelenlegi albérletünkben, akkor még biztos össze fog gyűlni egy nagyon sok szemét, mondjam úgy, meg ugye addig elhasználok még egy pár terméket is. Megpróbálom összegyűjteni mindet, ne lökjem el a csomagolásokat, de nehéz így, hogy egyszer itt vagyunk Esztergombotán, meg átmegyünk Berettyóújfaluhoz, így egy kicsit nehéz összegyűjteni, de megpróbálok mindent, tőlem telhetőt. Remélem, hogy végig velem tartottatok, és nem untattalak titeket. Hosszú videó volt, de próbáltam gyorsan mindenen átmenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!